kedvelt fiúk, lányok és gyönyörű emberek a YouTube-on. Ma november 15-e van, csütörtök. Két nap van Superbadig. Holnap Pest mérlegelés, regisztráció, előbarnítás és szombaton a verseny. Hát szerintem látszik az arcomon, hogy érzem magam, így 3-7-kor. Éppen reggelizek, fantasztikus kajám van, tojásfehérje, és életmentő savanyú borka. Igazából ma csak szeretnék egy gyors vlogot csinálni, nem 26 percest arról, hogy mi a mai program. Illetve meg szeretném mutatni, hogy hogyan töltök a versenyre. Pénteken reggel kezdem a töltést, 650 g széndáttal töltök pénteken, és 350-400 g-mal szombaton verseny előtt. Valószínűleg aludni nem nagyon fogok tudni, úgyhogy lesz időm enni. Ja, ma ilyen lazítós, szépítkezős nap lesz, fodrász, szörtenítés, borotválkozás, mert nagyon igénytelen az a dolog. Semmi edzés, kardiózni se kardióztam ma már, mert úgy látom, hogy a forma rendben van, és egyszerűen nincs energiám. Tehát olyan szinten ki vagyok merülve, hogy szörnyű. De minél szarabul érzem magad, annál jobban nézel ki. Tartja a mondás. Úgyhogy majd még napközben találkozunk. Na, és akkor itt a fantasztikus reggeli. Ugye? Semmi más, tojásfehérje, kis csípőszószal, az életmentő, nagymamaféle savanyú borka. És akkor, ami készül versenyre, az ez egy boldog nap lesz. 65 dek a rizs, simán sótlan, vízben semmi extra. Szombati töltéshez egy kis házilekvár, pufi rizsre. Illetve van itt még 200 g zab, 100-100, 150-150 g banánnal, illetve újfajta pöltekes nátszent haniszelettel, az kicsit lassítja reggel a zsírtartalma, a felszívódását, a szénhidrátnak. És ennyi ott. Készül még halacska, lesz mellé egy ott szépen blokkokban pénteki napra elosztva egy 80 deka hal. Ez alaszkai tőkehal. Itt gyönyörűen készül. Szép színe van. Semmi extra, nem sokára kap egy kis fekete borsot, esetleg egy kis piros paprikát, vagy cayenne chilit, azt még nem döntöttem el. És akkor ennyi. Megcsinálom a töltős kaját. Majd megcsinálom még a mai napi kajámat, és akkor onnantól már csak a pihenés és a szépítkezés része van a napnak. Na, elkészült végre minden. Hal, rizs. Szombat reggelre kis palacsinta. Van benne minden jóság, magyaró, mandula, banán. Kis csoki. És zab palacsinta ráadásul. Full egészséges. Full diéta. És mai napra a kaja. Hal, legyed zöldség, kis citromlé, kis olívaolaj, ennyi. Na. Indulásba jár. Szóval már ott tartok, hogy sétálni is fáj, úgyhogy biztos jól nézek ki. Reméljük. Please. Hát azt kell mondjam, elég jól sikerültem. Most már csak a testnek kell jónak lenni. Na, sziasztok! Itt vagyok most már megszépülve. Gyönyörű a séró. Innen is köszönöm még egyszer Lolama a frizurát. Ezen már biztos nem múlik a győzelem. Bizony, holnap indulunk Pestre. Regisztráció, mérlegelés, előbarnítás, minden szuper. Holnap reggel végre lehet enni szénhidrátot. Tölteni. Ugye már mutattam reggel, hogy mivel fogok tölteni. 60-65 dek a rizs,
hal, 80 deka hal, 200 g zab, illetve sütöttem azt a zabpalacsintát szombat reggelre. De hogy mi lesz még szombaton? Mivel fogok még tölteni? Hát, hogyha nagy a baj, és nem töltődök, mert az elektrolit háztartás felborul, van nálam egy Powerade, izotóniás ital, az ásványi sok miatt. Úgyhogy ez valószínűleg segíteni fog. Ugye a nagymama féle lekvár, illetve a krémes mogyoróvaj. És akkor ezeket fogom a pufasztott rizssel, enyhén sós pufasztott rizssel enni. Ez egy nagy élmény lesz valószínűleg. Illetve ami még tesztelés alatt működött, refeedek alatt, az a barnevés chips. Barbecue-s, sajtos és hagymás tejfölös. Ezeket pont ugyanabban a sorrendben fogom megenni, mint a legutóbbi töltésnél, mert akkor nagyon pengén működött. Illetve Fetó cimborámtól kaptam Snickers-t. Ezt, hogyha minden igaz, majd színpad elépés előtt egy negyed órával 20 perccel becsapom, kis gyors szénhidre, kis zsír, szuper lesz. És Gábis Ferenc cimborámtól kaptam az ötletet, hogyha nehogy Isten nem úgy töltődik az ember, ahogy szeretné. Kis kalóriadús finomság. Giant Bar. Ez egy zapszelet, elég masszív. Van egy pisztáciás, és van egy pekándiós. Bizony. Úgyhogy ők lesznek még a gazdának a része. Ja, meg lett csinálva szépen a haj. Szőrtelenítés. Kértem kicsit édesanyám segítségét, aki sikeresen szét darabolta a melbimbómat. Ezt nem tudom, hogy hozta össze, mert én még sosem vágtam meg, de ő meg tudta oldani, hogy megvágja a melbimbómat, aminek rendkívül örülök. Nem baj, szépek vagyunk. Holnap töltünk, nagyok leszünk, izmosak leszünk. És szuper buddy.